Mint ismert, a kormány a jövő év elejétől bruttó 200.000 forintra szándékozik emelni a minimálbért 167.000-ről. Nyilván azt is hozzá kell fűzni, hogy nettóban ez azért jóval kevesebb. Jelenleg a készhez kapott minimálbér 111.000 forint, ezt emelnék meg 133.000 forintra. A Mi Hazánk mozgalom, mint az a párt, amely szívén viseli a magyar munkavállalók ügyét, természetesen üdvözölni tud minden olyan intézkedést, amely megkönnyíti a magyar dolgozók sorsát. Viszont, mint nemzeti, ellenzéki párt, kötelességünk megmutatni az érem másik oldalát. Az teljesen világos, hogy Orbán Viktor célja ezzel nem más, mint hogy egy kicsit csillapítsa a kedélyeket a választások előtt, mint ahogy az sem nagy titok, hogy ezzel a másodlagos célja az adóbevételek növelése, mert azért azt látni kell, hogy Magyarországon olyan mértékben alacsonyak a minimálbérek, hogy ez a nagyjából 20.000 forintnyi emelés nem nagyon fog életszínvonal emelkedéshez vezetni. Illetőleg azt is kötelességünk hozzáfűzni, ki kell emelni, hogy még ez a minimálbér emelés is együtt kell, hogy járjon egy arányos adó csökkentéssel, mert ha ez nem így történik, akkor főleg a magyar kis és közepes vállalkozók, munkaadók nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Sajnos félő, hogy az Orbán kormány ezt mennyire fogja figyelembe venni. Illetve még egy fontos tényezőt muszáj kimondanunk, Magyarországon nem csak a minimálbérek méltánytalanul alacsonyak, mert vannak olyan munkakörök, amelyek ugyan papíron nem minimálbéresek, de csak néhány ezer forinttal magasabb, így gyakorlatban nem ér többet, mint a minimálbér. Tehát ki kell jelenteni, hogy általában véve alacsonyak a fizetések Magyarországon. Ezen kellene döntően változtatni, de sajnos azt kell látnunk, azt láttuk az elmúlt 30 évben, hogy sem a Fidesz, sem a balliberális oldal kormányai ehhez a kérdéshez nem mertek hozzányúlni. Ez nem is csoda, mert akkor szembe kellett volna szállniuk nagy kegyeltjeikkel, a multinacionális vállalatokkal. Viszont a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, hogy az államnak igenis lenne lehetősége, ha volna politikai akarat ugyebár, hogy ezeket befolyásolja. Mert hogyha az állami tulajdonú cégeknél nem csak egyfajta jelképes, semmitmondó, hanem tényleges, kiszámítható és kézzelfogható béremelések történnének, akkor olyan piaci folyamatokat indítana el, hogy a nem állami tulajdonú cégeknek is kénytelenek lennének, hogy béreket emeljenek, ha nem akarnák, hogy elveszítsék a munkavállalóikat. Tehát így rá lehetne szorítani a multinacionális cégeket is arra, hogy végre azokat a béreket adják meg a magyar dolgozóknak, amelyeket nyugaton megadnak. Nagyon fontos kiemelni, hogy ebben az esetben az államnak, a kormánynak komoly segítséget kellene adnia a magyar kis és közepes vállalkozásoknak, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe. De nyilván ez sem a Fidesz, sem a balliberális oldal nem fogja megtenni, mint ahogy eddig sem tette meg. A Mi Hazánk mozgalomnak viszont eltökélt célja, hogy ezt megvalósítsa, minket nem érdekel, hogy mit szólnak ehhez a multik, nem érdekel minket, hogy mit szól hozzá az Európai Unió, minket egy dolog érdekel, hogy a magyar emberek mit szólnak hozzá, mert a Mi Hazánk mozgalom a magyar emberek pártja.